Zsolt, üdvözöllek nálunk az adásban. Első körben azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mesélnél egy picit arról, hogy hogy indult neked a sporthoz való viszonyod? Nekem a sporthoz való viszonyom egészen gyerekkoromtól kezdődött. Ugye már ott én Tiszakécskén jártam általános iskola első, második, harmadik és ötödik osztályában. Ott természetesen, akkor is a diák sportkör keretében, de természetesen ott már akkor labdasportokkal, ilyesmikkel foglalkoztunk. Hát ott minden gyerek focizott, ugye minden, akkor még más volt a világ, kevesebb elektronikai cucc volt. Sokkal több szabadtéri mozgás, ugye. Több még sokkal így, igaz, és mi még kint túrtuk úgymond a földet, és mi még hipós dobozzal is fociztunk egészen 5. osztályos koromig. Utána egy sajnálatos dolog miatt én ugye állami gondozásba kerültem, és ott találkoztam, nagyon sokan ismerik, vagy ismerős lesz ez a név, Kisbarany Sándorral. Ez a hely, ez Bácsalmáson volt, és ott kerültem igazán a foci alapjaihoz. Én akkor már 12 éves voltam, és a Kisbarany Sándornál tettem le úgymond a labdarúgás alapjait, úgy minden, és ott kerültem egy megye első osztályú csapathoz, a Bácsalmási PVS-re. Ott fotballoztam az IFI-be, a serdülőbe, az IFI-be, és már 14-15 évesen a felnőttbe is többször. Milyen csapatokba játszottál? Ez a Bácsalmási pályafutásom egészen tartott 17-18 éves koromig. Én akkor természetesen egy nagykorúvá váltam, elhagytam a állami gondozottság kötelékét, és én... Kiléptél az életbe? Ez így van. És akkor én fölkerültem Budapestre. Ott Budapesten én nagyon szerettem volna fotballozni, természetesen kerestem csapatot magamnak, és így kerültem a Vasas utánpótlásához, dr. Genzfej Ferenc. Hát egy nagyon rabiátus ember volt, sajnos nem tartott sokáig, mert amikor én fölkerültem, én azonnal megkaptam a katonai behívómat rá egy-két hónapra, és akkor kerültem be Kiskunfélegyházára. Én most hát először egy hónapig természetesen kiképzés ideje alatt szabadszállásra voltam, mint vegyvédelmi alapszakasz voltam, és ott egy hónapot eltöltöttem szabadszálláson, és utána kerültünk Kiskunfélegyházára, ott már állományba. Ennek a Kiskunfélegyházának volt akkor egy megye első osztályú csapata, a Kiskunfélegyházi Honvéd testedzők köre. A laktanyában voltunk 1500-an. Az 1500-ból megkérdezték, hogy kezdő fotballozót, összeírtak és kivittek bennünket egyszer egy terrorutvarsról, nem felejtem el. Természetesen az a szép honvédségi egyenruha, az a fehér trikó, barna, ez nagyon, és kivittek, és úgy fotballoztunk egymás ellen, és ott volt, mint a vágóhídon válogatták ki a javát. Tehát így mutatták. Kinyúlt a vezérkar, és így mutogatták, hogy ki marad, ki megy. És akkor én természetesen nekem nem az volt a szintem, mint ami ott volt, én akkor kitűntem, kiválasztottam. Akkor én a megye első osztályban, aztán igen, följutottunk MB3-ba, ott MB3-ban játszottam ugye a katonaságom alatt az egy évet, ott én gólkirály lettem abban a megyében, 13 találattal, úgyhogy nem játszottam még ugye a szezont, és utána volt az, hogy egy rivális csapat, a KTK, az is egy Kiskunfélegyházi csapat, azok elcsábítottak, azok ajánlottak egy kis pénzt, természetesen akkor katona voltam, tehát a pénz az mindig jól jön, és akkor én aláírtam, és akkor én MB3-ba elmentem, és két meccset játszottam az ifjúsági csapatban, és utána fölkerültem a felnőttekhez, és akkor ott is 6 meccsen 8 gól sikerült rúgnom. Az előbb említetted, hogy gólkirály voltál, van még valami olyan eredményed, amire nagyon büszke vagy? Háromszor voltam megye válogatott, tehát abban a régióban, Bács-Kiskun megyei válogatott, már háromszor voltam megye válogatott, és kétszer voltam ifjúsági válogatott a rendes nagy válogatottban, és utána sérültem. A nagy kérdés mindig, hogy kerültél ki Németországba, Münchenbe? Nem találtam a helyemet akkor otthon, én Spanyolországban éltem 5 évig, aztán hazaballaktam, természetesen egy-két dolog tönkrement körülöttem, sajnos már nem tudtam rajta változtatni, és emiatt nem találtam a helyemet Budapesten, vagy hát Magyarországon, és abban az időben felhívott engem egy ismerősöm, egy nő, aki kint ápolt itt Németországban, hogy ő csinál egy beteget, és hogy annyira súlyos, hogy nő nem tudja csinálni, nehéz is, sajnos nyaktól lefele béna volt, egy motorbaleset révén, és természetesen neki 0-24-es ápolóra volt szüksége.
és kb. 3 óra hosszát gondolkoztam, és utána azt visszahívtam, és mondtam, hogy természetesen amikor kell menni, és azt mondta, hogy holnap után. És 2 napra rá Németországban voltam. Ahogy így meséled az élettörténetedet, nekem az jön, hogy te ilyen határozott ember vagy, így mész előre. Miből fakad ez? Talán abból, hogy a sportban megtanultad, hogy küzdeni kell? Mivel hogy a labdarúgás mellett én mindig csináltam küzdő sportot, tehát a katonai éveim alatt én boxoltam. Valahogy, mivel hogy én termetre, tehát nem én vagyok a húzó ágazat, tehát én nem vagyok egy nagyon magas, emiatt ugye hátrányba éreztem magam, és én ezt mindig ellensúlyoztam azzal, hogy én azért fizikálisan mindig rendben voltam. Elmentem boxolni, és utána volt az, hogy amikor ez a vége lett a katonai éveimnek, meguntam, hogy állandóan orvoshoz járok az orromban, 4-szer volt műtve az arcom, és utána kerestem egy másik sportot, így lett a judo. Ugye én a katonaság után visszakerültem Budapestre, amikor leszereltem, és visszamentem ugye dr. Genczai Ferenchez a Vasasba, és ugye maradt a judo és a foci. Akkor már nekem viszonylag jól ment. Akkor már bekerültem az utánpótlás csapatba, 5 NB1-es meccset játszottam az utánpótlás csapatba, volt tévés meccsem a Tisza Kicske ellen, soha nem felejtem el, és utána sérültem sajnos. Utána jött egy nagyon csúnya sérülés, a bal térdem teljesen tönkrement, és egy évig tartott, amire felépültem, és én azonnal edzeni akartam, és ez egy életem egyik legnagyobb hibája volt. Nem vártam ki a gyógyulási időt, inkább mentem edzeni, futottam vele, és emiatt nem jött rendbe. És onnantól volt az, hogy leszálló ág. Hiába voltam akkor már Vasas utánpótlás tag, meg ugye kupameccsre neveztek az első csapathoz is, nem tudtam megállni, tehát nem ajánlottak szerződést. Tehát amikor megsérültem, utána már nem kellettem, de hát ez... De hát úgy látszik, de mégiscsak kellett, nem? Tehát az a sport, meg csinálni kell, mégiscsak van mögötted tudás. Én inkább azt mondom, hogy segít, tehát a küzdősport az ugye szellemet is növeli, vagy neveli, és emiatt van az, hogy mindig megtalálom a megoldást, akármilyen szituációban. Voltam már nagyon-nagyon mélyen, nagyon rossz szituációkban, volt olyan, hogy nem tudtam, hogy hogyan tovább, aztán mégis ment tovább az élet. 2 nap múlva. És azért jól sikerül, nem? Tehát a végeredmény... Hát a végeredmény még messze van. Remélem. Ide kijöttem Németországba, még otthon megismerkedtem a feleségemmel, ő egy szlovák lány, vagy a szlováknak vallja magát, egy határ közeli faluból származik. Ő robottechnikával foglalkozik, szalagrendszereknek a kivitelezésével, tervezésével, tehát ő más vonalon mozog. Nem is gondoltunk, hogy a párok, például a te párod is, hogyan viszonyul ehhez a sportkarrierhez, idézőjelbe téve? Amikor nekem még a karrierem volt, mi 7 éve vagyunk együtt, tehát ő a karrieremben igazán nem vett részt. Azt tudni kell rólam természetesen, hogy nekem van egy 19 éves fiam az előző kapcsolatommal, és sajnos az ott maradt Magyarországon. Nagyon kevésszer tudom kapcsolatot tartani velük, vagy hát inkább a gyerekemmel. Az anyukával sajnos nem olyan jó viszonyom, és utána jött az életembe az én feleségem. És nagyon sokáig hazajártam, tehát azért én kikerültem Németországba, volt ez az idős gondozói állásom, ezt 8-9 hónapig csináltam, aztán 2 hónap otthon ilyen tengés-lengés, nem találtam a helyem, és utána fogtam magam is, jött ez a telefon, és utána Németország, és utána csak előre. De azért amikor szurkolni kell, akkor ott van a pályám mellette. Nem, ő abszolút nem. Sajnos, mivel hogy az ő olvasatában, amit én úgymond hobbi sportra fordítok időt, azt tőle veszem el. Én kommunikatív vagyok, barátságos vagyok, segítőkész vagyok. Nagyon kevesen tudják a csapatban rólam, hogy milyen pozícióba veszek részt, úgy a vezetőségben, úgy a támogatói körben. De akkor, ha jól értem, akkor egy picit te a háttérben is a csapat mögött vagy. Én igyekszem segíteni, személy szerint is igyekszem segíteni, tehát mivel hogy a szakmám szerint én nagyon sok építőanyaggal találkozom, így mindenkinek segítek beszerezni. Természetesen én kitapostam egy utat itt Németországban, én itt voltam alkalmazott,
több mint 3,5 évig, majdnem 4 évig. Itt megnéztem, mi hogy működik, utána lettem vállalkozó, utána csináltam egy kis építőprojekt céget, úgymond, vagy egy kis vállalkozást, aminek a neve kicsit nagyképűen hangzik, de nagyon szerették a németek, a Dr. Boden innen Ausbau. Sokkal olcsóban jutok hozzá építőprojekt anyagokhoz, és én ezt nagyon szívesen bocsátom el ennek, nem csak a csapattagoknak, tehát én nagyon sok embernek segítettem már. Itt igazán nem várok el, miért várnék el, nem várok el semmit, tehát nekem annyi, hogy olcsóbban ideadják ezeket az anyagokat. A csapattagokkal mondom, tehát igazán nem tudják, hogy milyen pozíciót foglalok el. Természetesen látják, hogy egy nagyon rabiátus ember vagyok a pályán, tehát ott nekem egy cél van, a labdarúgás. Ezt azt hiszem többször be is bizonyítottam. Igen, talán vehemens vagyok. De hát ez a labdarúgás, ez ilyen. Így van. Elárulod nekünk, hogy milyen terveid vannak a jövőre? Nézd meg, akár a sportterén, akár mondjuk az életed, vagy a vállalkozásod terén. Magával a csapattal, tehát az a terv, hogy egyszer már, hogy legyen vége ennek az időszaknak, és lehessen újra együtt lenni, együtt játszani. Természetesen, mivel hogy és ez az életnek a rendje, hogy jönnek a fiatalok és ki fogják túrni az öregeket. Ennek érdekében, hogy az öregeket is védjük, ugye létrehoztunk egy HFC2-t, egy öreg fiúk csapatot, ahol még van helyem. A támogatás az mindig. Én nagyra értékelem a munkáját, mind a Darodics Tibinek, mind az Andrássy Norbertnek, minden, aki a vezetőségben részt vesz és valamit hozzátesz. Ebben is mindig megpróbálok elő lenni. Hát úgy látom, hogy akkor a jövő az ki van kövezve valami. Hát mivel hogy a sport, én nem is tudom, hogy mikor kellene abba hagyni a sportot, talán amikor leszakad az egyik lábam, nem tudom. De abba kell hagyni egyáltalán a sportot? Egyszer abba kell hagyni. Természetesen én járok, vagyis hát én voltam Unterföhringbe, a Bayern Münchennek az öreg fiúk csapatával én lejártam focizni. És ott volt egy 72 éves játékos, még abban az melegítőben, amit a csapattól kapott, és 72 évesen nem mondom, hogy öregesen mozgott. És 72 éves, megkérdeztem, 72 éves volt. Kedves nézőink, hallották? Ő Pallagi Zsolt. Én Hurikovács Anita voltam, hajrá magyarok!